Nem hoztam kolompot, nekem otthon van egy tehén kolompom, de ez nem olyan hang. Ez nem olyan hang. Kaptam kérdést a szélharang kapcsán, majd arról is beszélünk. Amit még gyorsan szeretnék elmondani, mielőtt tovább megyünk, hogy igen, az aszura erők jó ideje már nyúzzák az ember önvalóját. Tehát óriási kísértések vannak, hiszen az anyagi világban az elért siker, a státusz, a presztízs, az csodálatosan megemeli a lélek önbizalmát. Vannak olyan fétiseink, mint a siker, ami megjelenik az anyag szintjén, tehát márkás cuccokban vagyunk, és egy mai értelmes gondolkodású ember elhiszi, hogy a Gucci cipőtől ő nagyobb ember lett. El tudjátok ezt képzelni, mert erről van szó. Tehát nem csak, hogy félreértjük a lényünket, de helybe állítunk egy ilyen bábot, amely tele rakja magát mindig a legújabb divat szerinti cuccokkal, és az élet színvonala foglalkoztatja, de nem az élete. Tehát elvehetik a színvonalat, és sokszor akkor kezdődik az élet. El tudjátok ezt képzelni? Aha. Lehet, hogy meg is fogjuk tapasztalni. És akkor már nem mosolygunk olyan boldogan. Igen. Igen, az aszurák. De van még egy ellenfelünk, Szórat, a napdémon. Emlékeztek? Ő a bestia. Ő a 666. A szakadék bestiája. Ha elolvassátok az apokalipszist, a jelenések könyvét, nagyon plasztikusan leírja János. Ő az egyetlen a tanítványok közül, aki a 40 nap alatt olyan erőket kapott az étertestébe, hogy a tökéletes emlékezetet tudta produkálni, előre nézett és emlékezett a jövőre. Ugyanis az időáram egy. Ami nekünk itt a múlt, a szellemi hierarchiának az a jövő. Ezt szolgálja az öröklét gyakorlatunk. Ebbe a fordított időáramban adjuk le a névjegyünket a teremtő szellemeknél, hogy itt vagyok, nem csak, hogy tudok rólatok, együtt akarok működni. A világépítés tervét hordozzák akaratukban a halottaink. Ez a kicsit primitív, de azért tisztességes rajz, ami pótol egy otthon hagyott ábrát. Ugye az alaphelyzetet mutatja, hogy az ember megérkezik a szellemvilágból, a fizikai, anyagi világba, és alámerül. A születés, ez egy csillag. Ugye odát elköszönnek tőlünk karmatársak, hierarchikus lények, elemi lények, iskolatársak a Mikhael iskolában, és elintegetnek, hogy jó, akkor te most mész. Ideát ünnepelnek. Hát megérkeztél. Ugye? És akkor leéled az életedet, így vagy úgy, és elérkezik a pillanat, amikor az én megállítja a szívet. Mindig az én állítja meg a szívet. Abban a pillanatban, amikor szükséges. Vége. Ennyit tudtál tenni, most mész. Fekhetsz az intenzív osztályon, lehetsz lélegeztetőgépen, lehetsz ilyen-olyan drótokkal összerakva, akkor is meg fog állni a szíved, mert ezt az én dönti el. És akkor itt nagy a sírás-rívás. Odát meg ünnep van. Hazaérsz. De egy dolgot feltétlenül érzékeltetni akartunk, hogy a folyamat állandó. Nincs szemszakadás. A végzett lánca nem ismer szemszakadást. Tehát életből létbe. Létből életbe. Az ember örökké való énje így mozog a teremtésben. A székely fejfán azért van rajta egy mondatban, mindaz, amit én itt összehordok a karmáról és az újraszületésről, oda annyit szoktak fölírni, hogy az élet örök, az elmúlás szükségszerű. És kész. Ugye milyen egyszerű és tiszta. Makovesz úgy szokta megjegyezni, hogy
vége a vendégségnek. Tessék. De itt hiányzik egy fontos elem. Azért, mert te átléped a halál küszöbét. A karmatársaid itt vannak. Azok a társak, akik ezúttal nem kísértek le a földre, a szellemvilágból kísérték az életedet, így vagy úgy, segítettek, irányítottak, sugalmaztak, amennyiben megnyitod magad a rükságban, egyéb szellemi gyakorlatokban. Valaki ezt nem teszi, számára a halott, az meghalt, kész, vége. A halottak soha nem voltak elfoglaltabbak, mint most. Nélkülük nem fogjuk rendbe tenni a földi sorsot. Szükséges az együttműködés. Azon az alapon, hogy el sem szakadunk egymástól. Mert ha valakit itt ezen a ponton elveszítesz, mondjuk egy szülőt, akkor ő tovább dolgozik azon a jövőn, ami a te jövőd is lesz, hiszen mikor átléped a küszöböt, ő fog várni. Akik előttünk mennek el, ők a küszöbőreink, amikor megérkezünk mi is, ahhoz a bizonyos folyóhoz, átvisz a révész. És már odát is vagyunk. Tehát az együttműködést fenn kell tartani. Azelőtt ez nem volt lehetséges. 150 évvel ezelőtt a szellemi hierarchia megpróbált kísérletképpen belenyúlni ebbe a folyamatba. Állandóan próbálkoznak. Egy pillanatig se higgyétek el, hogy az égnek többé nincsenek földi megnyilvánulásai. Ez nem igaz, állandóan vannak. Csak tompák az érzékszerveink, és mindig olyan helyen és olyan időben várjuk, amikor nem jön. És amikor megérkezik, akkor meg félrenézzük, nem veszük észre. De a lényeg az, hogy minden percünkben rajtunk van a figyelem, a halottaké is. A szellem tudományát Steiner leinkarnálta a maga életével a földre. Ha neked van valakid odaát, aki nem veheti fel a szellem tudományt, mert már nincs a földön, a szellemvilágban ezt nem fogja megtalálni, de amikor te elkezdesz dolgozni Steiner tanításaival, oda hívhatod őt a gyakorlataidhoz. Oda idézed, és általad, a szellemi gondolatok által felveszi azt, amiben te dolgozol, és van egy óriási előnye. Ő a karma eleven áramlatában él. Amikor rád tekint, látja összes előző életeidet, árnyékaidat, fényeidet, ismeri a terveidet, be tud lépni az energiájával ezekbe a tervekbe, jelez neked, ha hajlandó vagy fogadni ezeket a jeleket. Hatalmas, hatalmas segítséget tud nyújtani. Te meg adod neki a szellemtudományos felismeréseidet. És amikor újra találkoztok, a következő élet sokkal gyümölcsözőbb lesz. Tehát vége a kettészakítottságnak. Ahogy a mélytudat és a feltudat is egyre közeledik egymáshoz, úgy a két világ között is épülnek a hidak, de csak individuálisan lehet megépíteni. Ez a Pontifex pozitúra. Amikor április 29-én, most lesz egy éve, elkezdtem, Budapesten tartottuk a Makoec kápolna előadást, akkor ott volt a pápa is Budapesten, előző nap érkezett, ezért úgy kezdtem az előadást, hogy ma két pontifex van Budapesten. Az egyik hivatalánál fogva kapta a címet, a másik Makoec címre egész életében az volt, és most is az. És tegnap előtt beszéltünk arról, hogy hihetetlen, hogy egy éve indult ez a munka. Mintha 15 éve zajlana. És ez mind a ti energiátokból fakad. Ez az óriási késztetés. Ebbe be kell vonni a halottakat, hiszen élnek. A testetlen tudat azáltal, hogy leveti a testét, nem válik beavatott tudattá. Tehát nem lesznek bölcsebbek, szebbek, okosabbak, mint a földön voltak, de többet látnak a kettőnk viszonyából. És a saját életükből levonható következtetések világosan állnak előttük. Tehát ilyen alapon tudnak tanácsot adni. És szabadok a testtől. Ha te leveted a testet, ahogy egy jó igazi meditációban ez megtörténik, akkor óriási szellemi perspektívákba lépsz bele, de aztán vissza kell térned a testbe. És az egész elmosódik, nem marad veled az az állapot. Megpróbálod újra felidézni, nem fog menni. Az csak akkor érkezik, amikor annak jönnie kell, és kegyelem teljesen megkapod. De az ember ezt a kapcsolatot állandóan ápolhatja. És a halottakkal való kapcsolat óriási erőt kölcsönöz az életnek. A
ha le tudod győzni a félelmedet a saját megsemmisülésedtől, ami egy természetes emberi félelem akkor, amikor az ember az anyaggal azonosította magát. Vagyis megint félreértettük az igazi lényünket. Tehát csak megyünk valamire az önvaló egyre fokozottabb felismerésével és a gyakorlatainkkal. És emlékezünk. Aki vállalja az emlékezés és a gondolkodás kockázatát, annak minden kaput megnyitnak. Mert alig várják, hogy egy-egy individuumban megjelenjen ez a késztetés, és tegyen valamit érte. A szellemi hierarchia lényei nem úgy tekintenek a földre, ahogy megnézik, hogy mi van az Andrássy úton. Nincs érzékszervük az anyagra, nem is érdekli őket. Az gondolatokra, az emberi gondolatokat viszont fogják. És amikor a világ építés tervéből valami megjelenik, összefüggés látás, áldozati késztetés egy emberi lényben, az a lény felragyog a szellemi lények világában, és akkor elkezdenek figyelni rá. Tehát akkor létezni kezdesz a téged teremtő szellemek számára. És ezt a kíséretet ők akkor megadják, csak neked ezt ápolni kell. Tehát nem lehet minden csütörtökön belegondolni ebbe a folyamatba. El kell érni, hogy mindaz, amit megtanulunk, mint fogalom, hazaviszünk, újraolvasunk, megnézünk, beléd épül. Ebből állsz majd. Itt születik meg a lényednek az igazi önfelismerése. És olyan egyszerűen, és olyan magától értetődően a tiéd, mint ma az egyszer egy. Végigfut rajtad a teremtés történet egy másodperc alatt. Tehát erre felé megyünk. De a tartalmakat gondozni kell. Ami a modern elméből hiányzik, a szívenergiák nem táplálják többé az elmét alázattal, áldozati készséggel, engedelmességre való hajlammal, áhítattal, csodálattal. Ezek divatja múlt kvalitások. Enélkül semmit nem fognak megmutatni a karmádról. Soha. Spekulálhatsz, elmehetsz erre a luciferi útra, arra a luciferi útra, sokan megteszik. A valódi sorsképletet ezek nélkül, a lelki késztetések nélkül nem adhatják oda, mert van az a gyönyörű magyar szó, hogy élsz valamivel, vagy visszaélsz vele. Ha megfested magadnak azt, amire vágysz a múltban, akkor egy festett valóságot hozol be a jelenbe, és olyan is lesz a folytatás. Elmerülsz az önmagad felől táplált illúziókba, és nem veszed észre a lényeket, akik a lényed belső világában működnek, és fenntartják ezt az illúziót. Voltak éppen azt a szellemi energiát vesztegeted el önfényezésre, amiből szellemi fejlődés lehetne. Tehát új szellemi ökonomiában élünk. Emlékeztek? A megvilágosodott beszéd ma lehet akadályozatlan. Önmagából keletkezik. Nem fogod a tizedik mondatot előre megtervezni. Beszélsz és jön. Utat mutat holtaknak, élőknek. Mert ma már Makoesznek is beszélünk. Nagyon is itt van. Hiszen a sorsunkban ott van az ő kápolnája. Aki 10 forintot betett abba a persejbe az első hetekben, hónapokban, bekötötte a sorsát Makovesz jövőjébe. De ezt mégsem mondhatom el, mert akkor azt mondják, hogy manipulálok. De a sorskötések így keletkeznek. Még ha nem is ismered rögtön az egésznek a jelentőségét, de érzékelsz belőle valamit, és azt mondod, hogy igen, legyen. És akkor fokozatosan bevezetnek a misztériumba, és megérted azt, hogy az emberiség misztérium múltjából valamit vissza kell tépni, amit elvettek Európától 1922-ben. Vissza kell hozni, és pont ispánkra itt van a levél, hogy miért. Elhoztunk, még volt néhány példány. Akkor ezt pontosan tudta, hogy miért most, miért oda, és miképpen kell. És ránk bízta. És meg kell tenni. Meg kell tenni, mert összekötetésben vagyunk a szellemi lényekkel. Rudolf Steiner azt mondta, hogy a 80-as évektől kezdve, tehát a harmadik évezred 80-as éveitől kezdve, Európa tele lesz két kupolás épületekkel, amelyek a szellem otthonaivá válnak. Ispánkon 1995-ben, július 4-én felavattuk az elsőt. És most majd jövőre felavatjuk a másodikat. Tehát infrastruktúrát készítünk a fizikai világban, az érkező,
nagy találkozóra, a jövő évszázad, illetve ennek az évszázadnak a végére. Ami nem születhetett meg 100 évvel ezelőtt, 100 év után meg lehet újítani. Miért? Mert Krisztus földre érkezésével a történelemben krisztusi ritmusok léptek be. Nem csak a 40 nap, amiről beszéltem az előbb, hanem a 33 év. A 33 év 100 éven belül azt jelenti, hogy 3 etapban újra le lehet hozni az emlékezés által az események, történések energiáját, és ami akkor nem születhetett meg, azt újra meg kell kísérelni, és megszületik a Földön. Tehát a gonosz, a sötét elvesz, rombol, kifoszt. Nekem egy dolgom van, azon túl, hogy ismerem a módszertanát, nem fogok vele harcba keveredni, mert bármiféle harcias ellenállás őt teszi erősebbé, és nem engem. Egész egyszerűen látva, amit művel, oda teszem az ellenpontot, és teremtek egy kiegyenlítődést. A magam akaratából, a magam lényén keresztül. És ez bárki megteheti. Na, ilyen kiegyenlítődés ez a kápolna. Elveszett egy misztériumtemplom, elveszett Steiner életfeladatának lényege, amiért egyáltalán a Földre jött. Ha az ő sorsába nézünk bele, akkor előbb-utóbb tudomásul kell venni, hogy a mi sorsunk. Aki belép a szellemtudomány impulzusába, sorsot örököl. És a mai ember viszonylatában ez a génekig lehat. Sajnálom, de ezt tudni kell. Mert a tudomány mindig talál magának egy új hintalóvat, most éppen a géneknél tartunk, de a gének épp úgy a teremtő istenségek kódjai, mint minden más, amiből vagyunk. És ezekben a génekben Mikhail szándékai élnek. A szerveinkig lehatol az életfeladat, amivel jöttünk. És ezért terelődünk össze. És közben azt hiszük, hogy azért, mert hát mert valaki szólt, vagy láttam egy könyvet, vagy nem. Ez itt volt bennem. És most eljött az idő. A sorsban minden az idő múlik, az időzítésen. Van, aki 92-ben már oda költözött mellém Ispánkra. Már rég elhagyta az impulzust, aztán majd visszakanyarodik. Aki az első könyvemet kiadta, a vízöntőkori újjászületést, amivel akkora vihart kavartunk, 33 év után most építi az otthonát velem szemben, a nyugati szerben. Neki 33 év kellett. 20 éves fiúként ismertem meg, és most 56 éves pszichológus, szakács és iskolaigazgató. Pont Ispánkra való. Na, tehát a ritmus, hogy kinek mikor jelenik meg az életében, melyik életkorban, melyik életfázisban, és ezt a biográfiában meg fogjuk tudni, hogy milyen planetáris hatás, melyik arkangyal, mikor visz oda, ahol lenned kell. És ez a szabadságod egyik garanciája, hogy mindig ott vagy, ahol lenned kell. Tehát aki kerülni akarja a karmát, az intellektus a maga akvizitatív, nyomozó tehetségével, az azonnali szétmálasztásával minden összefüggésnek, mert addig analizáljuk, amíg semmi nem marad, ugye, ő kigondolta a 2 gyógyszert a karma ellen. Azt mondta, hogy jókor voltam rossz, jó helyen és rosszkor voltam rossz helyen. Nem igaz. Mindig ott vagy, ahol lenned kell. De hogy mit teszel, az már tőled függ. Tehát az emberrel rendkívüli dolgok történnek, borzasztónak érzett dolgok is történhetnek, de nem az a lényeg, ami történik. Mi a lényeg a sorsban? Ahogy válaszolsz rá, arra, ami történik veled. Itt van a lényeg. Tehát bizonyos dolgok meg fognak jelenni az életedben, mert te is így akarod. És a délután folyamán ezt nagyon precízen át fogjuk nézni, hogy készülődve egy új inkarnáció, hogyan építjük fel a következő életünket. Azzal a precizitással, amiben viszont rengeteg szabadság van, mozgási lehetőség. Mert az embernek választási lehetőséget adnak, de ehhez ismerned kell a sors dinamikáját. Arimánnak a kedvenc jelszava mi, nem volt más választásom, meg kellett tenni. De te soha többé nem tévesztheted össze a kényszert és a szükségszerűséget a sorsban. Ez 2 különböző dolog. Tehát ilyen gondolatokkal kell elmenni innen, mire újra találkozunk a biográfiában. Kényszer és szükségszerűség.
és visszafelé meg fogod ismerni. Amikor fölbukkant, nem tudtad. Most meg fogod ismerni, de eljutsz oda, hogy a legközelebbi történésnél már tudod, mert már emlékszel a jövőre. A múltból fakadóan. Szórat eddig háromszor tudott úgy beleszólni az emberiség fejlődés történetébe, mind a három esemény a Golgota után, hiszen ő Krisztus legfőbb ellenfele, a napdémon, a bestia. A 7. században, ahol az ókori klasszikus tudást ugye félretolják, és Arimán jóvoltából egy óriási technikai tudás nyomul be. Okos emberek, okos fejében olyan dolgok, összefüggések jelennek meg Távol-Keleten, ami még nem való az emberiségnek. Kialakul egy akadémia a mai Irak területén, ahol tényleg nagyon okos emberek jönnek össze, bámulatosan előre járnak technikában, orvostudományban, egyebekben, de amit hordoznak, az az intellektuális erő tönkretenné a következő évszázadok emberiségének a lelki világát. Kitörölne minden érzékenységet, önzetlen figyelmet, hanem bejönne az a fajta technikai elragadtatás, ami a mai embert viszi a szakadékba. Képzeljétek el, ezt mondjuk 1500 évvel korábban a nyakunkba varták volna. A szerencsénk az volt, és most furcsa szerencse a jelenkori történelem szempontjából, hogy megindul az iszlám. Születik egy holdvallás, nem napvallás. Holdvallás, ami csupa determinizmus. Tehát nem veszi számításba az ember magasabb ényét. Allah a te születésed pillanatában már tudja, hogy te jó ember leszel, vagy rossz. Akkor hol van az egyéni felelősség, igaz? Abszolút engedelmesség, napi 5 ima, és így vezetődik az életed. És akkora erő van az iszlámban, hogy végig söpörnek Észak-Afrikán, keletről indulva, bocsánat, végig söpörnek, kikötnek Spanyolországban, amikor Európa közepén még az emberek sárkunyhóban élnek, és körülbelül a tetveiket vakargásszák, addig a mórok kikövezett utcákon járnak, utcalámpák alatt, császármetszéssel segítik világra a nehezen érkező gyereket, magas orvostechnológia van, megragadják Arisztotelész írásait, arab nyelvvel lefordítják, Harun al-Rashid udvarában magas kultúra működik, Európa pedig még éppen csak, hogy ébredezik. A kereszténység már kitörve a kazamatákból már hatalommániás lesz, tehát egy nagyon érdekes korszak az első, a 7. század. De az iszlám luciferi hajtóerőjének köszönhetően Arimán visszavonul. Tehát a két erő bizonyos értelemben semlegesíti egymást. A következő jelenés a 13. században. Az már ennél bonyolultabb dolgokat hoz. Az európai gondolkodás, pénzügyek, városfejlődés, ugye a 13. században már Európa nagyon is a fejlődés útjára lép bizonyos értelemben, a skolasztikus gondolkodás, a nominalizmus küzdelme azért abba az irányba, hogy az intellektus az anyagi világ szemléletéből fakadóan ne a dolog természetének mélységére koncentráljon, hanem adjon neki nevet. És a név elég lesz. A név fogja helyettesíteni a dolog, a megfigyelt dolog természetét. Ez ma ragyogóan megy. Ha valamit nem értünk, ráragasztunk egy nevet, azt megvan, és mindenki örül. Tehát a mélyrehatolás, a mélyebb felismerés tagadása a nominalizmus. Ezzel szemben persze létezik egy másik áramlat is, misztériumiskolák már ekkor is működnek, és az egyik legerősebb misztérium áramlat, ami abban a században a Földön működik, az a templomos lovagok kereszténysége, akik viszont pénzügyi zsenik. Tehát áthajóznak Amerikába, hivatalosan Amerika nincs fölfedezve, de hát a vikingek is átjártak a maguk bárkáival. Ők átjárnak, és arany és ezüst bányákból hozzák a nemesfémet, és 200 katedrálissal építik tele Európát. De sajátos életet élnek. Külsőleg harcos szerzetesnek tűnnek, hiszen eredeti alapításuk a Szentföldre látogató zarándokok védelme volt. De ezen kívül nagyon mély meditatív
gyakorlatokkal élnek napi szinten. A Krisztussal való kapcsolat az ő számukra a gyakorlati élet legnehezebb terepén mutatkozik meg, a pénzügyek területén. Bevezetnek egy olyan pénzügyi rendszert, ami ha megmarad, akkor a mai világ nem a pusztulás szélén állna, ugyanis ők saját maguk számára semmit nem vettek el ebből. A templomos lovagok rendjében rendszerint gazdag családok fiataljait vették fel, először apródnak, aztán lovaggá ütve, és végül akár szerzetes is lehetett, de volt, aki csak harcos lett. A lényeg az, hogy sokszor ketten ültek egy lóra, hogy mutassák a szegénységüket. Nem kellett nekik vagyon. Viszont a pénzből a világot építették. A világ számára, az emberi fejlődés számára tettek le olyan dolgokat a világban, amire tudták, hogy szükség van a krisztusi tudat felé vezető úton. Tehát a megváltás útját próbálták mutatni az emberiségnek a maguk elmélyült belső meditatív kapcsolatán keresztül Krisztussal. Erről természetesen nem beszéltek, viszont óriási kincset halmoztak fel, és uralkodóknak, olyan embereknek, akik valamit meg akartak valósítani, felépíteni, odaadták ezt a pénzt kamat nélkül. Nem volt kamat. Hitelt adtak hiteles embernek. Emlékezzünk az 1840-es évek Magyarországa, amikor Széchenyi István egyrészt feláll a pozsonyi országgyűlésen, és mit mond? Hogy birtokaim teljes jövedelmét ajánlom fel azért, hogy legyen a nemzetnek egy tudományos akadémiája. És megírja a Hitel című művét. Tehát a pénz megváltása folyik itt. Hogy megakadályozzuk, hogy azért a folytogató szörnyeteg erővé váljon, amiben mi ma lubickolunk. De amit a templomosok bevittek a világ vérkeringésébe, túl korai volt. Ezért el kellett tűnnie. És ezt az eltűnést Szórat megjelenése okozza, egy francia király lényében tud megjelenni, elsöprő erővel, Szép Fülöp, aki gyönyörű szép ember volt valóban, végtelenül hiú és mohó. Igazi modern vezető, igaz? És egy alkalommal, amikor valami zavargás tört ki Párizsban, hogy kimenekítsék az emberek elől, valamilyen népszerűtlen intézkedés miatt, bemenekült a templomosok rendházába, és meglátta, hogy ott mi van kincsekben. És elhatározta, hogy ez neki kell. Tehát megjelenik az arany éhség egy uralkodóban. És valóban 1307. október 13-án pénteken. Az ember emlékezet úgy őrzi, hogy a 13. a péntek azért szerencsétlen, mert ezen a napon összefogdossák Franciaországban a templomosokat, börtönbe vetik, iszonyatos kínzásokkal olyan vallomásokat kényszerítenek ki, amelyek szörnyű büntettekre mutatnak rá, ők semmi ilyet nem követtek el, de az asztáltestben a múltbeli tulajdonságokat fel lehet szakítani a jelenben, amik már nem részei az embernek a mai jelen állapotában, de valaha az volt. És amikor a halál küszöbére elérsz ezekkel a kínzásokkal, össze-vissza mondanak mindent. Ezen alapon halálra ítélték őket. Tudtak menekülő utat találni néhányan. Második András magyar király hozott magával Magyarországra belőlük, aztán velük ment el a Szentföldre a keresztes hadjátokkal. Skóciába kerültek. Erről majd később fogunk beszélni a világkarmában, tehát, de végül is az impulzus kihunyt. Az emberiség megőrizte az emléküket, és a másodszor 666 beteljesülése, tulajdonképpen 1332, amikor Jacques de Molay-t, a templomos lett nagymesterét nyilvánosan mágián elégetik Párizsban. És Jacques de Molay később megjelenik Steiner közvetlen környezetében. És akkor ott a mágián a jelenlévő királynak és az éppen ott tartózkodó pápának, akit a király félig meddig fogságba vetett, elmondja, hogy még ebben az évben mind a ketten a szellemvilágba kerülnek. Valóban abban az évben mind a kettő meg is hal.
Tehát ez volt a második beavatkozás a szóratnak. Na most a harmadik az már húsba vágóbb, 1998. A harmadszor 666, két évre rá történik az ikertornyok támadása, megjelenik az általános háború indok, mert a terrorizmus elleni háború örökké tart. Terrorizmus mindig van, gondoskodunk róla, hogy a terrorcselekmények mindig megtörténjenek, mert addig rontjuk az emberi élet állagát, addig ugrasztjuk össze minden szinten az egymással könnyen szembefordítható emberi rétegeket, népeket, addig rajzoljuk erőszakkal át az országhatárokat, ahol mindenütt etnikai villongásokat hagyunk hátra, hogy bármikor beizzítható tűzfészkekkel tesszük tele Európát és a tengeren túlt, és amikor ezek a tűzfészkek fellobbannak, akkor aki kiváltotta ezeket a villangásokat, megjelenik és rendet csinál. Ez az amerikai birodalom hatalmi gépezete. Nos, való igaz, hogy azóta is ennek a szellemi aurájában élünk, hazugság, fokozatos utánajárása az igazi tényeknek, és az emberiség ekkor már megpróbálja megérteni, hogy mi ez az erő, amelyik ilyen őrületes folyamatokba taszít bele egész nemzeteket. És ha visszanézünk, hol vagyunk már ettől, igaz? Tehát a harmadszor 666 számunkra az ellenpont a Rudolf Steiner Él című könyv volt, amit 1998. március 30-án vittünk Budapestre, elkészült idejében, és ott mutattuk be Steiner halála évfordulóján. A karma tanulmányozásában a dátumok rendkívül fontosak, a ritmusok, az évfordulók nagyon fontosak, ugyanis nem naptári adatokról beszélünk, és ezt érdemes megjegyezni majd a biográfia munkához. Ezek konstellációk, csillagállások, ahogy te, mikor közeledsz egy új inkarnációt, a foganásodat egy konstelláció alá fogod igazítani. Nem csak a születésednek van horoszkópja, hanem a foganásodnak is, és a halálnak is. És később, amikor az ember lelkileg már eléri azt a fokot, hogy egy bizonyos inkarnáció sorban felfedezni véli ugyanannak az énnek az újabb megtestesülését, akkor látni fogja, hogy bizonyos csillagászati együttállások az egyik születés és a másik halálhoroszkóp között vagy azonosak, vagy pedig komplementerek egymáshoz képest. És így le lehet nyomozni, hogy ugyanaz az én inkarnálódik újra, és jelenik meg testben a Földre. Ekkor kezdődött a szellemtudományos karmakutatás az asztroszófián belül. Ez egy speciális terület, én nem nagyon foglalkoztam vele, de egészen fantasztikus három kötetes mű van erről, el lehet olvasni magyarul, dr. Elizabeth Rede, Asztroszófia 1-2-3. Szenzációs, ő ott élt Rudolf Steiner mellett, és mindig arról panaszkodott, hogy olyan furcsa kapcsolata van a világgal és az emberekkel, őt sehol senki nem veszi észre. Ő felszáll a vonatra, és tőle nem kérik a jegyet. Bemegy egy étterembe, és nem kérik, nem adnak neki étlapot. Bemegy egy társaságba, mindenki beszélget, és őt észre se veszik. És akkor Steiner közölte vele, hogy kisasszony időn kívül született le, hogy velem dolgozhasson. Tehát a karmában ilyen mozdulatok is vannak, hogy amikor a feladat közös, akkor az ember túllép a szokásos inkarnációs ritmusán, és oda csapja magát abba a korba, hogy ott lehessen valaki mellett, mert együtt munkálkodva valamit létre kell hozni. Ez egyre gyakrabban történik meg, ez csak egy pici kipillantás a karmatamból, de ez is fontos. Tehát dátumokat, tessék szíves lenni, megfigyelni a saját dátumaidat. Aztán nézd meg az év ünnepkörét. Most független attól, hogy mibe hiszel vallásilag, hiszen ebben ma már mindent bele lehet rejteni, de hát ha megnézed az év ünnepkörét, és arra gondolsz, hogy milyen teológiai vitákat folytattak, hogy Krisztus egyáltalán létezette, vagy csak egy nagyszájú ácsról van szó, akit a rómaiak végül elhallgattatnak, igaz? De hát vedd ki Krisztus életét az ünnepkörből, és akkor nincs ünnepkör. Mert ott van advent, ott van karácsony, igaz? Ott van húsvét. Ott van pünkösd, ott van János nap,
Szent Mihálynak advent. Most vedd ki ebből Krisztus életét, és nem marad semmi. Tehát, hogy mennyire független a kozmikus történés az úgynevezett vallási liturgiáktól. Semmi közük egymáshoz. Tényleg nem. Tehát a dátumok fontosak. Jeleznek valamit az egyéni emberről. Ahogy a név is, amit kap az inkarnációban. Tehát mindennek van jelentősége. A biográfiai munka megtanít arra, hogy az apró részletekben keresd a karma kezenyomát. Ne a nagy feladatokban, vagy a nagy mozdulatokban, hanem néha abban a mozdulatban, hogy kifújja az orrát, és egyszer csak az aurájában megjelenik egy másik ember, egy másik inkarnáció, aki ugyanezt tette. Tehát, hogy vannak ilyen apró gesztusok, amikről rá lehet ismerni egy ember előző életére. De ne ez legyen a cél. Ha azzal indulsz, hogy most pedig meg akarom tudni, hogy ki voltam, biztos lesz benne, hogy semmit nem fogsz kapni. Illetve kapsz gyönyörű ilyen képeket. Hát amiket a 90-es években ugye lehetett kapni. És még egyszer, amikor én hazajöttem, az én megbizatásom részben arról szólt, hogy be kell pótolnunk egy hiányt az európai lelkek történetében, amit Rudolf Steiner nem tudott betölteni, mert a körülötte élő tanítványok, a korszak, szellemi hangulata egyszerűen nem engedte meg. Az égvilágon mindent megújított az élet minden területén, a színház művészettől a mezőgazdaságig, épített misztériumtemplomot, magunkra is gyújtottuk rendesen. Azóta áll a helyén egy szarkofág, betonból. De nem ez volt a feladata. Ő egyetlen feladattal érkezett, hogy azt, amiről ma mi beszélünk, megfelelő nyelvezettel, megfelelő, meggyőző erővel, a racionális gondolkodás felborítása nélkül átadja kora emberiségének a sorstörvények és a reinkarnáció, hogy közölje korának emberiségével 100 évvel ezelőtt, amikor azért nem ilyen pokoli körülmények között élt az ember, hogy az ember soha nem volt csupán fizikai lény, akinek lehetnek a fizikai organizmusból fakadó lelki-szellemi megnyilvánulásai, nonsense. Az ember első vonlatban és mindenek felett szellemi lény, akinek vannak bizonyos testhez között megnyilvánulásai, és egy bizonyos szellemi fejlődés érdekében periódikusan testet ölt a Földön, hogy a világ sorsban végrehajtson valamit. Na most ezt a két irányzatot kellett oda kínálni, megvilágítva kora emberiségének, és nem fogadták. Fogadták az egyiptomi misztériumokat, a rózsakeresztes meditációkat, fogadtak az égvilágon mindent, ahányszor nekiállt a karmatannak, elhallgattatták. 1902, 1905, 1910, 1912. Nem merték befogadni. Miért? Szerintetek miért nem akarta akkor az emberiség? Van erre gondolatotok? És ma miért kaparunk ennyire? És ma nem félsz? Legfeljebb nem tudsz róla? Aha. Tehát úgy néz ki, hogy bizonyos szellemi összefüggések felvételéhez muszáj segítséget kérni Szórattól, meg az aszuráktól, meg az összes többi sötét hatalomtól, hogy kikényszerítse bennünk azt, amit Steiner odaadott volna. És nem mertük fogadni. És ki is kergettük az inkarnációból 10 évvel korábban. Ha ő 1933-ban a Földön van, mert akkor akart átlépni, akkor nincs Hitler, és nincs nácizmus, és nincs második világháború. Tehát egyetlen ember végzetéből a világ végzet hogyan formálódik. És ez nem csak Steinerre érvényes, hanem minden egyes emberi lényre, aki bekapcsolódik a szellemi fejlődés impulzusaiba. Tehát a horog ott van mindenkibe. Aki belép a szellemtudomány területére, az feladattal lép be. Amit magáénak akar, és előbb-utóbb magáénak érez akaratilag is, az az ő életfeladata. És előbb-utóbb rá fog döbbenni, hogy micsoda hihetetlen kegyelmi pillanat az, hogy az ő életébe befért, hogy megközelítheti a szellemi tudást ebben az időszakban, amikor minden a szellemet akarja kitörölni az emberi létből.
hogy micsoda előjog ez, micsoda kegyelem, aminek nyilván megvan a múltban az oka. De ha ettől nagy mellénye lesz az embernek, és azt mondja, hogy akkor részéről megvan, ő most itt van, és akkor ő teljesített mindent, akkor az egész csak visszaéléshez vezethet. Tehát egy óriási ajándék. Ezt nem győzöm hangsúlyozni. Egy óriási ajándék, de alig bírjuk viselni. Mert nem kellemes. Nem kellemes felfedezni a magunk lényében ezeket a kísértő erőket. Márpedig velünk lesznek a halál pillanatáig. Tehát azáltal, hogy én felismerek magamban egy negatív tulajdonságot, egy hajlamot akármire, hazudsz, lopsz, teljesen mindegy. Ilyenkor elválsz az emberi lényettől. Nem te vagy, hanem egy fogott lény lettél. És utána rájössz erre, és azt mondod, hogy na nem, hát legközelebb nem. És tényleg legközelebb, ahogy Rejtő mondta a regényeiben, Márta napján nem lopok. Na, és akkor nem fogsz lopni. Igen, hát ettől még nem lettél szent ember. Ugye? De megálltad. Ez a lény, ez a hajlam ott van benned. De mi történt? Uralod. Az én erősebb volt, mint a lélek múltbeli gyengesége, ami ebben az inkarnációban így nyilvánult meg. És ha egyszer sikerült, akkor sikerül a következőben is. De ettől nem lettél szent ember, és ne kezdj magyarázni másoknak az erkölcsről főleg. Hanem csak járd ezt az utat, és mondd meg, hogy igen, ma sem loptam. Nem viccelek, ez így működik. Mert az önismeretet akkor is fönn kell tartani, ugyanis azok az szellemi erők, amik benned működtek ebbe a visszaélés irányba, csak a halállal oldódnak ki. Addig ott vannak, és várják az alkalmas pillanatot. Tehát éberség, önfelismerés, éberséggel párosulva egy egészséges önérzethez vezet. És az ember rájön arra, hogy ami azelőtt gyengeség volt, abból erőforrás lett. Én nagyon sokáig dolgoztam alkoholistákkal, még Amerikában. Ugyanezt történik velük is. Olyan állapotban vannak, hogy az alkohol démona teljesen uralja az akaratát. Nincs itt akaratgyengeség, mert ha valakit bezárnak egy emeleti hálószobába, hogy ne tudjon lemenni a kocsmába, akkor összeköti a lepedőből, csinálja egy kötelet, lemászik, és alsógatyába elmegy a kocsmába inni hitelbe. Tehát nem az akaratgyengesége van, ott akarat irányultsága rossz. Ugye, és ezt kell valahogy megfordítani. És az anonim alkoholisták egy csodálatos Krisztus élmény hatására két ember 1933-ban megalapítja Amerikában ezt a társaságot, ami azóta is működik. És a 12 lépés, amivel az alkoholista kihúzza magát a saját hajánál fogva a sárból, az egy Mikhaeli iskolázási lépés. Csodálatos. De hogyan állják meg, hogy nem isznak? Úgyhogy soha nem fogják kimondani, hogy többé nem iszom. Mert ismerik az állapotot, ismerik az erőt, ami újra és újra megtámadja őket. Legfeljebb azt mondják ki, hogy ebben az órában józan maradok. És akkor megkérik az Istent, hogy adj nekem békességet, nyugalmat a lélekbe, ahhoz, hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni. Adj erőt, bátorságot ahhoz, hogy változtassak azon, amin lehet, és adj bölcsességet, hogy a kettő közötti különbséget felismerjem. Ez az alkoholisták imája. Egy csodálatos szellemi út, és az egyik legszörnyűbb állapot váltja ki a szellemi fejlődést. Ugye ez egy klasszikus példája. De voltaképpen a démoni lényeket vissza tudod nyomni magadtól, de továbbra is keringenek körülötted. Amikor kimondasz egy hazugságot, lehet, hogy utána azt mondod, hogy ez mégse kellett volna, az a hazugság tovább él, és olyan emberekre tapad rá, akik szintén hajlamosak a hazugságra. Közvetlen környezetben például. Tehát teremtődik egy atmoszféra. És amikor kollektíven emberközösségek úgy élnek, hogy a múltjukban ott vannak ezek a régi hazugságok, de a béke kedvéért, a béke fenntartása kedvéért nem lehet őket leleplezni, akkor ebben a légkörben élnek. És akkor ez csak beinkarnálódik valaki,
aki ezt nem tudja elviselni, és az egészet kirobbantja, és elindít egy tisztítást. Csodálatos ezt figyelni, például a családterápiában. Tehát a sorsnak hihetetlen művészi struktúrája van. A legmagasabbak csinálják, a kerubok, a harmónia urai. Ők intézik az ember karmáját, de az ember és a világ összesített karmájának ura a Golgota óta Krisztus. Tehát minden hajunkszála úgy van megszámoltatva. És rendkívül fontos, hogy az egyes ember lelkében mikor születik meg a felismerés, hogy a gondviselés engem a tenyerén hordoz akkor is, amikor a legmélyebb kétségbeesés és reménytelenség állapotában vagyok. Mert az optikám hibás. Ott van a támasz, és ott van a remény, de még nincs rá érzékszervem. Tehát erre kell alapozni egy teljesen új pszichológiát, egy teljesen új családterápiát, énterápiát. Mert ez a felismerés gyógyít. A felismert sors. Most elmondom azt a mondatot, ami legalább olyan ikonikus, mint hogy törekedj a végzet feltámadására az énedben, mert ez gyönyörűen hangzik, igen, persze. Hogy abban a pillanatban, amikor egy adott élethelyzetben, személyes sorshelyzetben, már nem karmáról gondolkodol, hogy ja, hát igen, tudom, van karma, valószínűleg a karmám ezt hozta, hanem karmából gondolkodol. Vagyis azt fogod, hogy ez most miért érkezett hozzám? Abban a pillanatban megváltozott a karmád. Már nem az fog veled történni, ami eddig történt volna. Értitek a különbséget? Olyan nehéz ez, de annyira igaz. Na most hogyan reagálunk mi a sors eseményekre? Hát ugye ösztönlények vagyunk. Vannak az emberi felépítésünkben ösztönerők. Ilyen a szexuális ösztön, az anyagi világhoz való ragaszkodás, a kaparás az életért, hogy nehogy már elmúljak, mintha el tudnék múlni, ezek ösztönerők. De az ember nem egy ösztönlény. Az ember egy halhatatlan szellemi lény, aki bizonyos ösztönöket azért kapott, hogy egyáltalán meg tudja maradni a földi világban, mert nem rokon a földi világgal. És mégis kapott egy csodálatos világot, amit neki kell átformálnia, és olyan mértékben teszi szellemivé, amilyen mértékben ő maga szellemi emberré vált. És erre az egyház persze lecsapja az öklét, és azt mondja, hogy Rudolf Steiner szájából az ördög beszél, mert nem tanítja az örök kárhozatot. Hát ugyan miért tanítaná? Sehol nincs írva. Ilyen nincs, nem létezik. Kegyelem van. És hogy felébreszti a hübriszt, hogy az ember önmegváltásra készül. De hát hiszen az ember nem önmagát váltja meg, hanem mindig a másik embert. Az alkoholista azért nem iszik, mert annyira el van foglalva azzal, hogy a másik embert józanul tartsa, hogy elfelejt inni. Ezen alakul a program. Tehát amikor belépsz, és még ott vagy, hogy azért a pohárért nagyon oda kéne nyúlni, akkor van a zsebedben egy telefonszám, egy mentor, akit a nap minden órájába fölhívhat, éjszaka is, és akkor odaül melléd, hogy elmúljon ez a hihetetlen vágy a pohár után. És addig ül melletted, amíg el nem múlik. És ő nem fog inni, mert téged tart józanul. Hát nem ez a krisztusi út? Ugyanezt mondta Steiner a biodinamikus gazdáknak, amikor utolsó pünkösdjén megtanítja a preparátumok készítését, lehozza a krisztusi étert a földre. A farmer a gazda testén keresztül átáramlik ez az étererő be a földbe, a szívverése ritmusára elkészíti, dinamizálja a preparátumot, kilocsolja a növényekre. Benne van az ő Krisztussal összekapcsolt akarata a föld gyógyítására. Yeah. És amikor ezt mind odaadta ennek az ámuló hallgatóságnak, és megkérdezték, hogy akkor mit tehetnék még, hogy még egészségesebbé tegyem a világot meg magamat. És azt mondta dr. Steiner, hogy amit megtermelsz, add oda valaki másnak. Ettől leszel a legegészségesebb. Na tessék, nem ugyanerről beszélünk? Tehát itt oldalazunk, a karmatan fog bevezetni bennünket a saját biográfiánkon keresztül a Krisztussal való találkozásba, aminek négy gyönyörű fázisa van, ez lesz az utolsó oltásunk, amit együtt át fogunk élni. De az ösztönember nyilvánvalóan, hogy az antropozófiával is hogy indul,
Hát úgy, hogy bele akar rohanni, vagy megragadja, aztán felfedezi, hogy talán mégsem ez az utam, meg hogy nem erre számítottam, de akkor beáll egy nagyon különös állapot. Megragadni még teljesen nem tudja, mert fél. A félelem, a szellemfélelem mindenkiben ott van. De már elengedni sem meri. És ez a limbo állapot, amikor az embernek így várnia kell, és újra és újra meg kell erősítenie magát azokban a fogalmakban, amiket eddig megtanult. Ehhez nyújt támaszt a riksa, a visszatekintés. Ezért kalapálom én annyira, hogy tessék szíves lenni végezni, mert minden készen áll mindenkiben, aki itt ül, de a visszapillantás segítségével aktiválódik ez a belső felismerés. Egyébként még nem vagyunk elég erősek ezeknek az összefüggéseknek a teljes átélésére. Mert ha lennénk, akkor nem itt tartana a világ. Nem itt tartana a világ. Tehát az első az ösztönös reakció, mint a forró vasalóval, ugye, hogy visszakapod a kezedet. Először az antropozófiával is nagyon sokan így vannak. A második, amikor ugyanaz megtörténik, akkor az ember már úgy megfigyel, hogy hát ilyen már volt. A harmadik körben, amikor ismét ki van téve ennek az impulzusnak, vagy egy történésnek az életében, akkor azt kérdezi, hogy miért talál rám újra és újra ez a körülmény? Mi történik? Mi ez? Tehát kezdi felismerni mit? A mintát. A mintakereső gondolkodás. Emlékeztek? És a negyedik fázisban már nem tanuló vagy, hanem kutató. A negyedik fázisban fogod feltenni a kérdést, hogy a múltamból honnan jön ez újra és újra elő? Mi történhetett velem a múltban, ami ennek a mintának az újból való megjelenését szükségessé teszi? Most bármilyen emberi kapcsolatra rátekintesz, a sorsunk tele van mintákkal. Ezek mind égi alkotások. Bármilyen világiasnak tűnik. De a spirálban, ahogy visszatér a spirál, a lendület, ismétlődnek a dolgok, de soha nem ugyanúgy. Mindig van egy pici metamorfózis. De hát meddig ismétlődik a minta? Most kötöttél egy rossz házasságot, feltérképezed magadba, hogy ezért nem működik, és úgy határozod, hogy elválsz. Most komolyan gondolja az ember, hogy a szellemi kapcsolódás elvágható. A kapcsolatokat nem lehet elvágni. A kapcsolatok tovább élnek. Te jogilag aláírsz egy papírt, hogy hónaptól kezdve nem vagyok a feleséged. Oszt, mennyit számít ez a szellemvilágban? Legfeljebb annyit, hogy akkor miért sétáltál el az oltár elé? Igaz? Tehát akkor mi volt az a fogalom, hogy holtomiglan, holtodiglan, és akkor jön a felsorolás, hogy mert még nem ismertem magam, meg őt se ismertem, de akkor miért találkoztatok? Tehát a karmát senki nem ússza meg. Amilyen kérdések sorozatban felteszed, hogy tulajdonképpen mi vonzott hozzá, hogyan alakult ki a kapcsolatunk, akkor kiderül, hogy ez annyira össze volt rakva. Na de nem tudtam belőle kihozni azt, amit lehetett volna. A legfeljebb ezt tudom elmondani. Na most, ha ez odáig fajul, hogy ha már csak gyapáljuk egymást, és még a másikat is megpróbáljuk saját magunkkal együtt tönkretenni, akkor valóban lehet távolságot tartani. De ez a legtöbb, amit tehetsz, mert elszakítani a sorsszálat nem lehet. Amit most nem tudsz realizálni, majd a következő életben új mintában újra fogsz találkozni. Mint ahogy ez szüli a kapcsolatok karmáját. A meg nem élt, ki nem teljesített oka a találkozásoknak. Mert hiszen egy két ember találkozásából olyan dolgok születnek, amire a világkarmának van szüksége. Tehát egyre jobban érzi az ember, hogy ami velem történik, az az egész világkarmába bele fog épülni. Fontos, nagyon fontos. Tehát megtiszteled a veled történt eseményeket a lehető legteljesebb, legtisztább mintakereső átgondolással. És itt fogod a szabadság filozófiájában tanultakat kamatoztatni, a saját sorsképletedben. A biográfiában minden ki fog teljesedni ebből. Most kapjuk meg az alapokat. És azzal birkózunk, hogy egyszerre minden elrendeltetett, és ebben az úgynevezett végzetben óriási szabadságok vannak. Na most ezt rakd össze. Mitől függ a szabadságod? Hogy mit látsz meg a történések szellemi hátteréről?
Mert hiszen amely az anyagban megtörténik, annak van egy szellemi háttere. Először a szellemben születik valami, és az csorog bele az anyagba. Igen ám, de mikor a végtelenül fellelkesült, intellektuális gondolkodású ember nekiáll a karmatannak, akkor rendszerint úgy van vele, hogy szereti racionálisan kezelni, és azt mondani, hogy jól van, akkor van ok, és van okozat, és van ok, és van cél. És akkor jön dr. Steiner, és azt mondja, hogy álljunk meg. Sem gondolattal, sem érzéssel nem fogod igazából megérteni, felfedezni a karma hátterében működő erőket. Ez csak a magad számára megnyilvánuló akarati lényed, annak a minősége, takartsága, vagy áttetszősége fog téged felruházni azzal a képességgel, hogy beengedjenek a karma szentélyébe, mert ez egy szentély. A teremtés legmélyebb titkai rejlenek a karmában. Emlékszünk, hogy miért kellett karmát teremteni a szellemvilág urainak? Mert az ember beszennyezte a teremtést, salakot teremtett, amit nem lehetett később beleolvasztani a világba, a szellemi szubstanciába. Tehát vissza kellett dobni az anyagi létezés peremére, és ott tartalékolni addig, amíg újra visszafordulva magamhoz veszem ezt a tökéletlenséget, ezt a méltatlanságot, ezt a nem kívánatosat, és ezúttal egy újabb fordulóban javítok rajta, más lesz. Hát mi ez, ha nem a legnagyobb kegyelem, igaz? Na most a vallás, a dogmák azért nem szereti a reinkarnációt, mert ezek szerint akkor az ember javíthat önmagán, de hát ez Isten dolga lenne. És az emberben mégis fölmerül valami, hogy de hát ilyen körülményekről találkoztunk, ez is ez történt, és most újra találkozunk, és érzem, hogy ez valami más, és akkor azt kapod az egyháztól, hogy ne fürkézd Isten akaratát. Hát akkor mit fürkészek? Akkor mit csináljak az életemmel? Amikor az első könyvem kijött, a vízöntükörű ujjászületés, egy jezsuita atya Rómában azonnal írt egy cikket rólunk, nem ismert bennünket, sose látott, sose, csak azt a kis könyvet elolvasta, és közölte, hogy a bistei házaspár azért jött haza Amerikából, hogy a magyar lelkekbe zavart keltsen, és ebből meggazdagodjon. Ez volt az első két mondat. Ami nagyon kedves volt tőle, mert sose találkoztunk, tehát neki megvolt a... Jó? És nem kell Istent keresni, mert nem Isten veszett el, hanem az ember. És majd Isten megkeres, ha elvesztél, mert ha te elveszted az esernyődet, te se fogod azt kívánni, hogy az esernyő elkezdjen utánad kajtatni, igaz? Írta ezt nekem a jezsuita atya. Valamint felsorolta nekem, hogy ördögtől való a meditáció, meg egyáltalán, amit én csinálok, a sátán főpapnője hozzám képest, hát kezdő. Na, és akkor én fogtam magam, akkor készen volt a második könyvem, az emberi lélek, a diadalmas út, az emberi lélek története, ez a szellem felé való fejlődés. És hát leültem és írtam neki egy levélkét, és mondtam, hogy én nagyon sajnálom, mert én nem tudom őt minősíteni, nem ismerem a működését. Csak abból tudok ítélni, amit nekem írt, és hát az az igazság, hogy elküldöm a második könyvemet, és azt szeretném mondani, hogy gyerekkorom óta nem tudtam volna elképzelni, hogy Isten és az ember viszonyát egy elveszett esernyő szintjére le lehet vinni. Ezt megírtam neki. De most mit írjak, ugye? És én csak azt remélem, hogy ez a könyv is segíteni fog, ez a második, hogy még ebben az életében eljut Jézustól Krisztusig. És soha többé nem bántott. Sőt, ha jól tudom, manapság meditációs gyakorlatokat vezet a Pilisben. Úgyhogy nem azt mondom, hogy megtért, de valami változott, mert akkor még a meditáció is az ördög műve volt, 93-ban. Úgyhogy azért változnak a dolgok. A természeti értelemben az ok nem vonatkozik a karmára, fölötte áll a karma törvénye. Etikai, erkölcsi értelemben nem vonatkozik a cél sem a karmára. Mindkettő fölött áll a karma törvénye. Tehát a legmagasabb szellemi erők
mozgatják a karma törvényvilágát. Ezért aztán sokszor tévedünk, amikor valakinek a hátterét kutatjuk, de az ember ezt a kutatást a maga szempontjából biztonsággal elkezdheti. Olyan egyszerű dolgokról van szó. Ne tessék egyiptomi piramisok belsejébe keresni az előző életet, csak körülnézni, hogy ennek a gyönyörű országnak melyik pontjára lépett a születésekor. Mi az a hely? Mi annak a helynek a története? Milyen táj veszi körül? Milyen családba lépett bele? Mit tud a környék múltjáról? Miért pont odaérkezett? Tehát az azonnali környezet kicsit mélyebb feltérképezése lenne az első feladat, és döbbenetes dolgok derülnének ki. Csak az ember sose teszi fel ezeket a kérdéseket. Hát ide születtem, most jó napot. De hát ennek a sorsban nagyon komoly jelentősége van. A hely, az időpont, ugye a konstelláció, a szülők, az ősök. Hova jöttél? Miért ezt választottad? Ugye? És ha ilyen iramban megyünk, és ilyen irányba közelítjük meg, akkor, és főleg kérdezősködünk, fantasztikus dolgok derülnek ki. Csak az ember már kap egy kis ízelítőt abból, hogy minden részlet mögött isteni erők, rendező erők munkálnak. De emögött meg az a végtelen, tapintatos, tiszteletteljes szeretet munkál. Még akkor is, amikor az orrodat valami olyasmiben nyomják bele, ami neked nagyon nem tetszik. Még akkor is ott van ebben a gesztusban a tisztelet. A karma alaptörvénye ugyanis végtelenül egyszerű. Azon alapszik, hogy semmiféle büntető szándék nincs a karmában. Sosem büntet. Mindig hozzád méltó, számodra a fejlődést biztosító, alkalmasan biztosító körülmények és események adatnak az életedbe. Vannak próbák, időnként csontig hatoló próbák, vannak szinte reménytelen helyzetek. Minél mélyebb az a sötétség, az a gödör, az a reménytelenség, annál biztosabb lehetsz abban, hogy azért engedtek téged idáig a mélységig, mert pontosan látják a lényedben azt az erőt, amivel ki tudsz mászni ebből a mélységből. Ha kevesebbet adtak volna, elhelyezkedsz a mélységbe, és elkezded élvezni. Ez a helyzet. Tehát bármiféle dolog történik veled. Semmi nem lehet tragédia, mert az önvalót soha nem veszhet el. Félrenézheted, félreértheted, okozhatsz problémákat magadnak, másoknak, de újra és újra alkalmat kapsz arra, hogy korrigálj. Inkább azt kell megjegyezni, hogy a jövő feletti, elmélkedése Mikhaelnek oda vezet, hogy manapság az ő impulzusában működő emberek életében, és sajnálom, de nincs kivétel, aki a szellemtudomány fogalmaival dolgozik, az Mikhael légiójába tartozik. Emlékeztek Makovec testamentumára? Mi 2005. decemberében Ispánkon írtuk ezt le, és ott a maga abszolút laza módján azt írta, hogy változó és egyre fényesebb időket élünk. 2005. december, hát. Bízunk a jövendő égi erejébe, hadba fogjuk saját energiáinkat magunk fényes sorsáért, és a szeretet megismerő erejével egymásért megyünk hadba Mihály arkangyal katonájaként. Célunk a gondolkodásból az azonnali helyes cselekvés, a közép-európai szabad, faji gyűlölettől mentes szakrális szemlélet kialakítása. Tagjai lettünk annak a hadtestnek, mely Mihály kardja alatt küzdelmét a szellemi világban vívja. 2005. Ezt így oda tette. És minden szava tökéletesen igaz, ma is. Ma is. Pár hónappal ezelőtt kaptam egy telefont. Egy úriember tájékoztatott arról, hogy megrendelte az ispánki Makovec kápolna harangját. Őrbottyámban már öntik is. Ő kifizette, és rövidesen leszállítják, és egy állványon fog állni a telken, amíg az építkezés megkezdődik, és azt kérdezte tőlem, hogy mit véssen a harang oldalára, és akkor azt kértem, hogy vésse rá, hogy Mihály arkangyal katonáinak.
mert hiszen ez való ebbe a kápolnába. De való igaz, hogy iszonyatosan erős a fény, de a sötétség tartja rabságban az érzékeléseinket. Nem látjuk ezt a fényt. Ez nem fizikai fény. Ez egy szellemi fény. 1899-ben véget ért az 5000 éves Káli Júga a sötétség, és özönlik a fény, de nincs felvevő képességünk. És az ember, amikor a fogalmak mentén gyakorolni kezdi a mélyreható folyamat gondolkodást, a mintakereső, analóg gondolkodást, ez a fény lassan megjelenik a belső világában. Felismerő erővé válik. Tehát mindennek a mélyére tud majd nézni. És akkor ez a fény nem csak hogy valóság lesz, hanem alakít a sötétség állapotán. Tehát besugározza a sötétséget. És nekünk egyénenként mindegyikünknek ez a feladata. Tehát megmutatni a sötétségen belül, de hiszen itt a fény. Mert a sötétség is a létét a fényteremtésnek köszönheti. Kontrasztként engedéllyel lépett a teremtésbe. Oka és célja van. És ez a legnagyobb misztériuma a karmának. Pontról pontra meg fogunk vele ismerkedni, és ha ebben a kontextusban látjuk a bennünket ért támadásait a sötét erőknek, akkor meg fogjuk érteni, hogy amikor te belefogsz valamiféle magasabb rendűnek a kimunkálásába, szolgálatába, akkor azonnal oda jönnek köréd ezek az erők. Azonnal körbe fognak fogni, mert az egyetlen reményük benned van, hogy rájuk világítasz, és megsegíted őket abban, hogy tovább már nem kéne sötétíteni a világot. Tehát megmutatod a fényt. Közép-Európa misztériumának a lényege, hogy itt egy olyan szellemi kultúra fénylik fel individuumok által, aminek a megpillantásától az ellene felvonuló sötétség önrombolóvá válik. Ez az alaptétel. Ez a mi munkánk alapja. Na, innen megyünk tovább. Nektek meg ebéd van.